az előadásnál. Jó, hát akkor, and now for something completely kocka. Sziasztok, Dargál vagyok, 2002-ben csinálok demókat. 2007 és 2012 között volt egy ilyen százabb időszak, amiben nem nagyon sikerült, hogy 2012 februárjában rávettem magam, hogy 2012 áprilisban Szabrikemben tartunk, ahol Revision Party-ra csinálni. Mi ez? Nem bízod az almákban. De februárban kitalált, hogy áprilisban csinálok egy demót, és ennek röviden nagyjából ilyen a félúton és a webfilm és az ilyen elredető példa között lenne a kis bemutatója, hogy mi az, amit szeretnék mutatni. Miről is van szó alapvetően, kezdjük a koncept. Mert ugye a koncept nélkül nem lehet demót csinálni, kezdjük azzal, hogy miről is szól az egész demót csinálni. Ha nem tudja, mi ez a demó, az nézze meg a Vakmondok 2-t, arra most igazán azzal van, hogy most szólok. Real-time, uninteraktív demonstráció, nagyon jól néz ki, stb. Két hónap, ez nagyon-nagyon kevés idő, egy darab demoscener, hogy miért csak én egyedül csináltam, mert ezt többféle okból is meg lehet, hogy egyrészt valahol félúton is van a mizantrópia, és az, hogy ne szóljon bele senki abba, amit én csinálok, azon között van félúton, és a Cyberkenny Revision Party-ra készült, ennek az a lényeg, hogy ez a 800 és 1000 ember közötti látogató tömeg van kint rajta, az év a legnagyobb demopartja, szóval szép, nagyon szép, magasra adtam a lécet, lássuk, hogy a készült, mi is kell hozzá. Szeretek előre tervezni, úgyhogy gyorsan azzal is összeszedem, hogy mi is kell ahhoz, hogy mondjuk, hogy nekem ebből a demo legyen. Először is szükség lesz valamilyen típusú content pipeline-ra. Erre most majd kitérek, hogy miről van ez, mihez gyakorlatilag. Az a lényeg, hogy olyan lesz az adatból, konkrétan a fájlokból nekem használható adat. Második, hogy kell nekem egy rendering engine, hogyan lesz ebből az adatból kirakott kép, hogyan lehet ezt filterelni, hogyan lehet ezt kényelmesen megtervezni, és kell hozzá valamilyen vágási felület, amit egyébként nem a fejéről elveztek el, ami nekem hozzá jóvá tesz, jó lehetőséget ad arra, hogy én ebből tudok valamilyen fajta emberek által is nézhető valamit csinálni. Tehát akkor content pipeline. Mit is jelent a content pipeline? Most nagyon-nagyon nehéz elmagyarázni. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az ember azt gondolja, hogy számítógépen képek, JPG, GIF, stb. PNG van, az a három formát, amit mindenki használ, minden kép nézegető tud, és minden tud belőle exportálni. Zene, MP3, OGG, minden más az vagy gyakorlatilag. Semmi más, minden ezeket két-három formátumot tudja. 3D-s formátumok már nincs az szerencsénk, hogy gyakorlatilag minden gyártó, minden fejlesztő a saját kis formátumát tolja. Összes ilyen közbelső formátumhoz nagyjából meg annyira egyszerű, mint az SVG, hogy körülbelül mindenki szereti, itt tudom én, odaírni, hogy ő tudja, de aztán mindenkinek megvan a saját felfogása arra, hogy a szabvány ez hogy néz ki gyakorlatilag. Lényeg, hogy ez egy iszonyatos nagy szobi kupon, tehát nem lehet vele normálisan dolgozni. És itt volt a szerencsém az, hogy két dolog volt az, ami ebben segített. Az egyik az Async nevű Open Source ilyen library, aminek az a lényeg, hogy rengeteg típusú ilyen formátumot be tud olvasni, és ez viszonylag egy konszolidált adatstruktúrában tudja feldolgozni. Ugye a probléma ténylegesen az, hogy képeknél az van, hogy pixel sor, vége, következő sor. Hangoknál hangminta, 3D adatnál ez ennyire nem egyszerű, mert most akkor háromszögekre vagy négyszögekre bontjuk ki, vagy sokszimalizálom, stb. Nincs egy tipikus adatstruktúra. Pláne, hogyha még animálni is akarunk, skinnelni akarunk, stb. Van egy rengeteg fajta variációja. Nagy szerencsénk az, hogy van az Async és az Open Call ad, aminek a viszonylagos kombináció, hogy nem szívesen szeretnek együtt dolgozni, de lehet őket venni. Az Open Call ad az egy olyan formátum, amit annyira emlékszem a Sony fejlesztett, hogy a Kronosszal Kármát, vagy akkor egy olyan háromdimenziós formátum, ami ezt nagyjából lefelé a nagy részét, és az összes olyan ismertebb túlnak a kimenete tud ilyet. Az Async pedig ez nagyon szépen be is tudja olvasni, rá, és az Async-nek megvan az előnye, az a fejlesztő csapat, aki ezt fejleszti, Open Source egyrészt, és nagyon szívesen fogadja, hogy hisz neki patch-et, vagy valami olyan dugos, ami sorra is került el a fejlesztésen pár alkalommal. Megvan az a előnye, hogy ezt viszonylag egyszerűen lehet integrálni, nagyon-nagyon jól működik, stb. És hogyha megfelelő mennyiségű keresem dolgokat, akkor szépen lassan ez meg is lesz működő szinten. Hogyha ez megvan, akkor lehet rálérni 3D engine-re, én a D3D-t választottam, mint a API-t, én szeretem a Microsoft által gyártott dolgokat, pláne mivel sokkal jobb a fejlesztő könyvetek, stb. De mi is kell egy 3D engine-re? Na most, Danfor reklámként én gyakorlatilag mondanám azt, hogy a nehéz napokon nyilvánvalóan a best management az egyik probléma.
nyilván, de ez a probléma nem valódik, amit meg is megmondom a D3DX effektet, ez gyakorlatilag egy olyan leíró nyelv, minek az a lényege, hogyha egyfajta egy ilyen pseudokóddal le tudom írni azt, hogy hogyan működnek a különböző renderpasszok egymás után, és ezeket a rendertargeteket leszámítva szépen tudja definiálni, hogy mi, hogy mikor, hogyan, merre renderel, és akkor szépen egyesével meg tudom írni, hogy nekem mit is szerettem volna a forward kinematikát, ez egy animációs típus, gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a testhez van csatolva, a váll, a vállhoz van csatolva, az alkar, az a csukló, stb. És akkor szépen lassan az előző képen látok, és mondanám szó, hogy robot, az meg tud animálódni. Szerettem volna mindenképpen, hogyha ennek van valamilyen fajta árnyékozni. Én szeretem, hogy kontraszton a kép, mint például a gerincnek a hátfagyot, az a hálón, a háttere egy ilyen árnyékot vett, és akkor a világos, meg a sötét között nagyon éres kontraszt, nem egész probléma megoldani. Nem próbáltam túlvinni most ilyen soft shadow-val, stb. PCF az nekem bőven elég volt. Szerettem volna, hogy van benne motion blur. A motion blur az egy olyan technika, amit mostanában már a játékok nagy része használ, különböző engine-ek még nem igazán. Én szerettem, hogy van egy filmszerű feeling az egészet, amikor egy nagyobb kamerarántásnál mondjuk egy kicsit elmosódik a kép. Még az a lényeg, hogy nem lesz olyan darabos az egész. Viszonylag egyszer meg lehet csinálni, tényleg annyi kell, hogy veszi az ember a képet, veszi az ember az előző képet, és a kettőnek az elmozgásában ilyen elmosás megtart számon. És szintén egy újabb probléma az a post-processing, az nyilván kell, az gyakorlatilag a blogról van szó. Én ezt most próbáltam kihagyni, de mindenfajta olyan már készképpen végrehajtott művelet ebbe a kategóriába esik, ami kétdimenziós képen van végrehajtva. A következő lépés, ami a döntőként is mondja a képen, az az Auvarim Tool lenne, ami gyakorlatilag arról szól, hogy maga a vágóprogram, amit egyébként nem az Istvánban neveztek el, amiben ténylegesen a vágás történik. Itt azt a elvet próbáltam követni, mint egy átlagos zeneszerkesztő programnál, hogy különböző sávjaim vannak, annak különböző paraméterek, és a paramétereket tudom statikusan állítani, mint arra fentlátható, különböző számokat tudok megadni neki, alul pedig görvéket tudok rá definiálni, ezek viszonylag egyszerűek, és ugyanígy szépen, ahogy látható, ütemre tudok vágni. Ez persze szépen összegyűlik, tehát mondjuk mit tudom én, egy komplet demo, ez egy 3 perces demo emlékeim szerint, ott azért már tud sűrűsödni, és egy ilyen kis klip, az meg még inkább összetud szépen, de a nagy előny az volt, hogy meg tudtam adni a saját kis túlomnak is BPM-et, és rá tudtam szépen zenére igazítani az összes pontot, minden szépen pöcre zenére tudott történni. És ez meg is született szépen, csináltam magamnak kis izét, teljesítési tervet, mikor mit kell csinálni, aztán persze szépen elkezdett jobban összegyűrődni, de a végén is készült, és hogy a dolognak szépen meg legyen a maga kis történet, ez innentől kezdve már majd nem sztorizás a dolog. Igen, elkészültem vele, egyedül megcsináltam, elmentem partira, elmondtam, hogy most mindenki hallott, hogy volt a garga, csináltam út, akkor azt mondom, hogy nem tudom, hogy arra most nagyon kíváncsiak vagyunk. Le is ment, utána jött egy ilyen másfél napnyi kis ilyen kellemetlen csönd, amikor így megkérdezett, kérdeztem, hogy na milyen volt, és mindenki vigyorgott, majd elterelt a témát. Aztán jött az eredményélet, és 18 demo volt, és ennől sikerült az elők 10. helyet is elérni, ami abban a szempontból különösen kellemetlen, hogy a 7. helyet egy olyan demo ért el, ahol a komplet virtuális világ zsírkét rajzolt alá. Úgyhogy ez, miután gondolom a kérdésekben jönne majd az a kérdés, hogy miért nem volt semmi? De hogy mégsem legyen ettől függetlenül, egyébként ezt a képet ezt nem még láttam, ez teljesen leírja az, amit az elkövetkező utána jövő egy hétben történő ilyen mentális leépülésemet ezzel kapcsolatban, hogy belefektett a 2 hónapnyi energiát, és ezt nagyon tudjuk. De hogy mégis ne legyen az egésznek teljesen ilyen downer feeling-je a legvégére. A Salamon Déla életrajzában volt egy ilyen kis történet, hogy egy színész kollégája megkérdezte tőle, hogy de figyelj, volna egy színésznő, aki bejön szerelmes vagy, és azt mondta, hogy hazám jönne feleségül, de csak akkor, hogyha van karriere. De képzeld el, mi van akkor, mondjuk 2-3 évig kürcölök, nyalogon megfelelök, és akkor egyszer csak van karrierem, de akkor mégsem jön hozzá. Csak akkor mi lesz? És azt mondja, hogy figyelj, ha itt állsz egy karrierre. Úgyhogy én is próbálom úgy felfogni a dolgot, hogy 2 évig fejlesztettem. Ez nem jött össze, de a túl megmaradt, a következő viszont sokkal jobb lesz, mert most már ezt nem kell lefejleszteni, ez most már megvan, ez most már gyakorlatilag egy komplett profi túlkészlet. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz a következő, ha lesz következő, valószínűleg lesz következő, remélem lesz következő.
Addig is viszont tudom javasolni ezt a következő két webcímet. Display Hack motorban van egy ilyen részletes, egy kicsit technikai leírás, hogy konkrétan mi szerepel benne. Ott már le van írva a kód, a shaderek, stb. Hogy hol lehet, de ott már le van írva a kocka nyelven, hogy hogyan készült ez az egész tól. Színhút pedig, aki nem olvassa, az szégyelje magát. Ennyi gyakorlatilag. Ennyi. Aki olvassatok színhút mindenképpen, majd gyertek augusztusban demósóra, majd szeptember végén pedig Functioner mindenképpen, mert akit nem, azt elviszi a gulátok. Tényleg a render target kezelés az egyetlen nincs benne, viszont az behákolt, és a display hacken el lehet olvasni, hogy hogyan